Sziasztok, Kömkel vagyok, ez pedig a Minden, ami családi ház podcast, és Gergely Dórival, egy lakberendezővel beszélgetek ebben az adásban. Mutatkozz be, légy szíves, egy pár szóban. Szia Zsolt, sziasztok, Gergely Dóra vagyok, lakberendező, 5 éve foglalkozok tervezéssel, és számomra ez gyerekkori álom volt, tehát én nem ilyen pálya elhagyó közgazdász vagyok, hanem eredetileg is lakberendező, és csak ezt csinálom, ez mindig egy kérdés szokott lenni. Milyen végzettséggel kell rendelkezni lakberendezés terén? Én lakberendező végzettségem van, tehát ez egy UKI-s képzés. Ezen kívül ugye van ugye a belső építész képzés, az ugye egyetemi végzettség, és körülbelül ennyi. Mi a különbség, csak hogy rakjuk rendbe itt a hallgató kedvéért, a lakberendező, az építész és a belső építész között? Az építész az értelemszerűen én vagyok, tehát az egyértelmű, hogy én vagyok az, aki kialakítja a jogszabályok szerint az épületet, meg tartó szerkezetileg összehangoljuk a statikussal, és utána léptek ti itt be a képbe. Tehát a tudásom szerint a belső építész az még minket még irányít, tehát ő még tereket is alkot. A lakberendező pedig te gyakorlatilag már természetesen a javaslataidat beleépítve, de te már egy meglévő teret rendezel be. Igen, alapvetően igen. Kezdjük a belső építéssel, ugye az építész ezt tökéletesen tudod. A belső építész alapvetően közületekkel foglalkozik, tehát ez inkább arra vonatkozik, hogy családi házas projekteket viszonylag keveset csinálnak a belső építészek, hanem inkább irodákat, kávézókat, éttermeket, tehát tényleg igen, ez igaz. Befogadásra képes. Nyilván ezért másféle szabályokat is kell ismerniük, de van olyan belső építész, aki mondjuk foglalkozik ugye családi házakkal is. Most annak ellenére, hogy én csak lakberendező vagyok idézőjelben, attól térszervezés kialakításban én is szoktam segíteni, akár felújításkor, akár hogyha van egy olyan szerencsés helyzet, hogy még az építész tervek nincsenek véglegesítve, és mondjuk a bútorozás szempontjából kicsit tudunk optimalizálni a téren, akkor én erre is szoktam javaslatot tenni. Ez alapvetően nem feltétlenül a feladatköröm, meg nyilván jogosultságom sincsen rá, de az évek során sok ilyen feladattal találkoztam, és akkor szereztem ebbe rutint. Igen, nekem is vannak ilyen projektjeim, hogy építészként én megcsinálom a vázlattervet, és azzal mennek a lakberendezőhöz, mert ő fogja neki kialakítani azt a teret, tehát főleg fürdőszobára, ilyesmi térre gondolok, és utána jönnek vissza, hogy hát ezt szeretné a lakberendező, és akkor én vagy azt mondom, hogy oké, vagy a statikussal anyázunk egyet, és áttervezik az egész épületet, ez a ritkább egyébként. Tehát akinek van lakberendezési vágya, az a tervezéssel párhuzamosan keressen meg gyakorlatilag egy lakberendezőt. Kik szoktak téged általában felkeresni? Cégek, magánemberek, tehát milyen megrendelés állományod van, vagy megrendelési megbízásaid vannak? Ez egészen vegyes. Nyilván most a Covid azért az jelentősen beleszólt abban, hogy mondjuk közületi megkeresések azért sokkal kevesebb van. Előtte azért annak ellenére, tehát a lakberendező végzettség ellenére volt egy-két kávézó, étterem, illetve iroda megrendelésem is. Most ezek nyilván visszaestek, szóval többnyire inkább családi házakat, illetve lakásokat tervezek. Ezek közül vannak olyanok, amik mondjuk felújítások, tehát egy meglévőt kell újra gondolni, illetve vannak benne olyanok is, amik új építésűek, és akkor ott egész sok a lehetőségünk, ott lehet burkolatot választani, akár hogyha még olyan fázisban van, akkor kicsit a falakon módosítani, illetve az egész berendezést megalkotni. Kompletten házakat vagy lakásokat válasz csak, vagy vannak részegységek? Tehát ha felkérnek egy fürdőszobára, akkor azt is elvállalod? Vannak ilyen lehetőségek? Vannak részegységek tervezésére is, igen, tehát nem feltétlenül szükséges az egész területnek a megtervezése. De gondolom, hogy ilyenkor aztán össze kell hangolnod a többi elképzeléssel, amit esetleg a házi asszony vagy a házi gazda talál ki. Igen, ez most pont van egy ilyen fotóprojektem Veresegyházon. Ez egy mediterrán típusú vagy jellegű épület önmagában, és a felújítás ugye nyilván valamennyire modernizálást is jelent, illetve mivel nem ők az eredeti építetők, hanem ők már másodikként költöztek oda, ezért nem az ő eredeti elképzelésük szerint épült maga a ház. Amúgy az elrendezése az nagyon jó, tehát azon nem is változtatunk, viszont anyaghasználatban, elrendezésben azért módosítunk burkolatok tekintetében. Nyilván igen, ilyenkor van az, hogy mi illik az épülethez, azt mindig azért figyelembe veszem én is, illetve az, hogy igen, mi az elképzelés. És hogy tudod, tehát hogy jössz össze az elképzeléseket, hogy tudod párosítani, mert azért egy lakberendezésnél együtt kell élned, vagy együtt kell lélegezned a tulajdonossal. Tehát ezt hogy tudod összehozni viszonylag rövid idő alatt, mert azért
nem fér bele minden a tervezésbe, persze, hogy hónapokig ott éljél velük, mint egy valóságshowban. Nyilván persze minden tegnapra kell, tehát az ugyanúgy jellemző, mint ugye nálad is. Igen. És nagyon-nagyon jó dolgot emeltél ki, mert hogy én azt tartom a legfontosabbnak a lakberendezésben, hogy jól kell érezni az embereket. Tehát, hogy néha nekem azt kell kitalálni, amit ők nem tudnak. Sőt, hát legtöbbször. Uh-huh. Mert olyan, hogy nagyon konkrét elképzelése, hogy ő most ilyen kanapét szeretne, vagy hogy ide szeretné, az nem feltétlenül van meg. Neki vannak a fejében így ötletfoszlányok, amiket így nekem rendezni kell. Aha. És ezt igazából egyrészt ugye az elmúlt évek tapasztalata tudja megalkotni, vagy kitalálni az én fejemben. A másfelől pedig az, hogy én nagyon részletesen kérdezem ki az igényekről, illetve hogy több verzióból tudnak válogatni, és akkor abból már úgy lehet látni, hogy mi az, ami tetszik nekik, meg szoktam nekik vinni anyagmintákat, hogy nézzék meg, és akkor, hogyha valamire már ráböknek, akkor abból én már látom, hogy mi az, ami úgy, milyen irányba tudunk menni, mi az, ami tetszett nekik. Ezek szerint van akkor valami kérdéslistád, vagy, és az tematikus, vagy egy ilyen általános kérdéslista, hogy milyen színvilágot szeretnek, stb. Nem, ez minden esetben teljesen személyre szabott. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván vannak ismétlődő, meg állandó kérdések, ugye akár egy burkolatválasztásnál a mintázatra vonatkozóan, a formára, mert ezt azért viszonylag könnyen meg tudják mondani, de mivel minden tér más, és minden megrendelő is más, ezért mindig egyedi kérdéseket kapnak. Tehát nem úgy működik, hogy ők küldenek nekem egy ajánlatkérdést, én visszaküldök nekik egy sablon e-mailt, és akkor válaszolják. Aha. Hanem szükség, tehát azért szoktam javasolni a személyes találkozókat, mert akkor így könnyebben át tudjuk beszélni, vagy hát most nyilván akár online is. Neked igazából a lakberendezési árajánlathoz szükséged van akkor egy személyes találkozóra, amint te elbeszélgetsz velük. Látnod is kell az épületet, tehát ott általában úgy, mint én építészként, ha egy telekre terveznem kell, nekem ki kell mennem a telekre, és ott elbeszélgetek, tehát megvan a személyes benyomás is a teleknek, a benyomása is a lakókörnyezet is. Nálad ez hogy működik a lakberendezésnél? Tehát te tudsz függetlenedni az épülettől az első megbeszélés alkalmával, vagy neked is jobb, hogyha már ott? Egyébként tudok. Tehát egy alapra ez nekem ugye nagyon beszédes. Uh-huh. Nyilván azért nekem a térlátásom azért egy kicsit jobbnak mondanám, mint az átlag. Tehát, igen, hogyha igen. Én látok egy alaprajzot, akkor azt én tudom, hogy fog kinézni, anélkül, hogy mondjuk 3D-be lemodellezném. Most nyilván, főleg például ugye a Covid miatt is volt erre igény, hogy előzetesen adjunk árajánlatot. Na most ehhez ugye azért azt, tehát kellett ugye maga az alaprajz, illetve akkor ilyen esetben online egyeztettünk. De abból a szempontból jobban szeretem a személyes találkozót, mert hogy mégiscsak azért nekem is szerencsésebben járni a teret, látni a fényeket, hogy van benapozva a lakás, mert mondjuk hiába van egy adott tájolás annak, hogyha mondjuk építettek valami előtetőt, vagy olyan akár pergolát, vagy bármi, ami árnyékolja, akkor már nem feltétlenül releváns az, hogy az most milyen tájolású. Illetve mivel azért ez egy szoros munka, ahogy az előbb is említetted, szerintem fontos a személyes benyomás. Tehát itt nagyon fontos az, hogy így működjünk együtt. Tehát legyen egy ilyen kémia gyakorlatilag. Igen. Ezzel kapcsolatos kérdés igazából, ami nagyon sok építető fejében megfordul. Itt most nem konkrét számadatokra kérdeznék rá, hanem hogy működik ez az árajátadás. Tehát tegyük fel, hogy téged megkeresnek a honlapod vagy a instás tevékenységed alapján. A folyamat az úgy működik alapvetően, hogyha én most jelenleg Magyaród székhelyi vagyok, és hogyha Magyaród 50 km-es körzetében van, akkor van lehetőség arra, hogy személyesen egy órát díjmentesen elbeszélgessünk, és felmérjem a helyszínt. Uh-huh. Tehát, hogy az arra is elegendő, vagy arra is alkalmas, hogy igazából eldöntsük, hogy szimpatikusak-e vagyunk egymásnak, meg hogy átbeszéljük tényleg az elképzeléseket, a lehetőségeket. Nyilván ebben az is benne van egy kicsit megrendelői oldalról, hogy ő is fel tudja mérni, hogy én mennyire vagyok kompetens a dologban. Igen, meg tényleg a kémia megvan, mert ez nagyon fontos. Igen, főleg igen. Nálad, mert nálunk építésznél még annyira nem, de... Igen, mert én azért tényleg a legintimebb szokásait ismerem meg az embereknek. Ezt akartam mondani, igen, hogy gyakorlatilag a bugyis fiókba turkálsz. Igen. Meg azt tervezed meg. És akkor ez alapján készítem el az árajánlatot. Aha. Tehát, hogy az első felmérés ebben a körzetben igazából ingyenes. Tudsz egy olyan ajánlatot adni, amiben te beleférsz, és azokat az elképzeléseket kiszeded a megrendelőből, amivel dolgozott kell. Mit tudsz csinálni azokkal, akik még pluszt szeretnének beleerőltetni a végén? Kettő jelenséggel találkozok. Az egyik, amúgy én szoktam dolgozni kivitelezőknek. Tehát, hogy aki egyébként ugye benne van az építőiparban, egy csomó technológia, egy csomó lehetőséget ismer, és akkor ilyen bemutató tármat akar építeni a lakásból.
vagy házból. Én azért nagyon határozott vagyok, szóval az elejétől fogva én mindig úgy kezelem, hogy akár amikor ugye a tervverziókat is mutatom, mindig elmondom, hogy van, amikor van átjárás köztük, van, amikor meg nincsen, mert mondjuk akár funkcióban, akár dizájnban valami olyan dolog van, ami annyira ütközik egymással, hogy így nem lehet azokat összevegyíteni. Szóval így mindig nagyon helyén kezelem azt, hogy mennyire lehet módosítgatni az adott dolgokat, illetve még a másik dolog az pedig az, amikor ilyen tipikusan, hogy valamit kinézett az internetről, és akkor, hogy ez olyan legyen az a szoba. Pinterest? Akár, hát Pinterest. De egyébként én nagyon jó dolognak tartom. Tehát jó dolog, csak igen, amikor kapok egy amúgy Pinterest albumot én is az építész mappába, hogy ezt küld el az építésznek, és van benne 60 különböző variáció, tehát igen, én amúgy szoktam olyat csinálni, mert ugye mindenki lelkesen gyűjti a Pinterest táblákat, hogy jó, akkor gyűjtse, csak akkor beszéljük át, hogy miben mi tetszik. Mert hogy pont ez, hogy 25 féle verziót ő megcsinál, igen, és akkor én... És abból tetszik a kaspó, a kép aljából, de többi az irreleváns. Igen. És akkor ugye ebből igazából így nehéz kiszűrni, ugye így hirtelen csak rápillantásra, hogy akkor az igazából milyen legyen. De igen, hozza a Pinterest kis képét, és akkor vagy a téradottságai nem felelnek meg annak, vagy akár az egész koncepcióban nem fér bele, tehát ezeket én mindig szoktam nekik mondani, és nagyon egyenes úton vezetem őket, hogy mi az, amivel egy jó végeredményt tud születni, mert nyilván nekem is az az érdekem, hogy ez egy ilyen esztétikus legyen, meg nyilván funkcionálisan jól működjön. Ugorjunk egy kicsit vissza a lakberendezői tevékenységre. Említetted, hogy burkolatok, ilyesmi kiválasztás van, bútorokban is segítesz, tehát kanapétól elkezdve ilyesmikben is segítesz nekik, vagy csak megadsz egy irányvonalat, hogy szürke színű kanapé, vagy hasonló? Igen, én teljes körül segítek, hogyha arra van igény. Nem csak látványterveket csinálok, ami tök jól néz ki, csak aztán azt se tudja, hogy hogy valósítsa meg, hanem ahhoz adok nekik egy listát, hogy mit hol tudnak beszerezni, illetve ugye akár egyedi bútoroknál az is, hogy ez milyen anyagból van, milyen a belső kiosztása, ugye a bugyis fiók, és tényleg minden részlet a kiterjedő tervet igyekszem adni, hogy ez tényleg úgy valósulhasson meg, ahogy meg lett álmodva. Mert az a baj ezeknek a terveknek a komplexitása miatt, ezt gondolom te is tudod, hogyha már egy dolog valahol elcsúszik, vagy már nem pont olyan, akkor az egész borul. Igen. Ezek szerint most nagyon hülye kérdés, akkor kik a IKEA ilyesmiben teljesen otthon vagy, tehát fejből vágod a katalógust, vagy honnan szerzed be a bútorokat? Igen, ez mindig egy népszerű kérdés szokott lenni. Nyilván az elmúlt évek során már kitapasztaltam, hogy az adott stílushoz vagy igényhez milyen bútorboltokat tudok használni. Ezeknek a választékát alapvetően ugye elég jól ismerem, tehát hogy akár anyag használatban, akár típusban, ezért bizonyos esetekben tud egész gyors lenni a tervezés, mert hogy már tudom, hogy az hogy néz ki, nem kell 25-ször megnéznem, meg lemérnem, meg hogy biztos jó lesz-e, hanem már ismerem is, maga biztosan tudom használni. Ténylegesen használod ezt a IKEA szent háromságot, vagy Möbel X meg hasonlókat, vagy csak egyedi vannak a bútorok? Hát ez megrendelési igénytől függ egyébként. Nyilván, hogyha nagyon-nagyon gyorsan kell valami, tehát tegnapra, és úgy, hogy ők azt holnap elkezdik berendezni, akkor abban ezek az áruházak amúgy nyilván jók, mert általában ugye egy csomó minden készleten van és elhozható. Uh-huh. Meg például kiadásos lakásoknál nyilván, ahol mondjuk nem akarnak annyira sokat, tehát nem egy ilyen luxus lakást akarnak csinálni, hanem tényleg egy egyszerű, könnyen, gyorsan kiadható lakást, ott mondjuk szóba szokott jönni az IKEA, mert ugye azért az IKEA-ról is tudni kell, meg az összes ilyen típusú áruházról, hogy az alapkollekciós termékeik, amit mindenki ismer, amik egyébként olcsó, azok tényleg olcsók. Viszont onnantól, hogy azok egy kicsit jobb minőségűek, ott már árérték arányban a piacon azért vannak más szereplők is, amiket érdemes igénybe venni, és akkor ezért jó, hogy én ismerem nyilván ezeket az üzleteket, mert akkor mondjuk például az IKEA-nak is a nagyobb kanapéi, vagy ami már mondjuk modulárisabb, vagy kicsit személyre szabható, azok is 4-500 ezer forintos tételek. Abból azért már egész sok helyen lehet kanapét venni, ami egyrészt nagyobb a választék, saját szövetet lehet hozzá választani, meg még esetleg magunk tudjuk kialakítani, hogy pontosan milyen formája legyen, hogy esetleg legyen fejtámlája, vagy relax funkció benne, tehát hogy ilyen szempontból. Nem mondom, hogy rosszak ezek a bútorok alapvetően, mert hát nyilván a legtöbb magyar otthonban ezek vannak, de úgy gondolom, hogy azért ilyen szempontból érdemes amúgy átgondolni, és hogyha nem sürgős, akkor jobban körülnézni. Épp ezt akartam mondani, hogy most kerestünk kanapét, és abba futottunk bele gyakorlatilag, hogy 12-16 hét a megrendeléstől számítva a legyártás. Ez sok mindenre jellemző, sok esetben. Én úgy gondolom, hogy megéri ezeket egyébként kivárni, mert akkor tényleg egy több évig használható, jó minőségű bútor tudunk
megkapni, főleg egyébként egy kanapénál, mert azért az egy nappalinak egy központi része tud lenni. Uh-huh. És burkolatoknál is van bevált gyártód, gyártmányod. Uh-huh. Hülye hangzik, Zalakerámiától elkezdve gyakorlatilag minden gyártót ismersz, és tehát a gyártóknál tudod akkor, hogy honnan mit érdemes megrendelni. Illetve vannak akkor forgalmazó, gondolom, ilyen fürdőszoba, szalon szerűségek. Igen, több fürdőszoba szalonnal is kapcsolatba állok, illetve ezt is így két részre bontanám ezt a kérdéskört a burkolatoknál, mert hogyha mondjuk új építés, akkor ott sok esetben a kivitelezőnek már van egy szerződött partner, amiből választani kell, vagy van egy értékhatár, ami belül választani kell, ez nyilván nagyban meghatározza azt, hogy én milyen típusú lapokat választok, illetve van az, amikor mondjuk van egy felújítás, ott azért azt is figyelembe veszem, hogy mondjuk az könnyen beszerezhető legyen, ezt igazából a távolságra értem, tehát mondjuk én többségében azért Észak-Pesten tervezek, hogyha mondjuk ide szól a megrendelés is, akkor azért ne Dél-Pestről kelljen felhozni a burkolatot, mert ott sokkal macerásabb ennek a megszervezése. De alapvetően igazából tényleg úgy elég jól ismerem a kínálatot, nyilván ennek megfelelően, tehát egy adatot elképzelésből több árkategóriában is tudok javasolni lapot. Én egyébként a lengyel lapokat is bátran ajánlom bárkinek. Ez a Tubazino, Bosno, Maradzi termékcsaládok. Nyilván meg vannak a spanyol, olasz prémium termékek is, de nyugodtan tényleg a lengyelekből is egyébként nagyon szépet lehet tervezni. Jó tapasztalatok vannak a kivitelező oldalról is, tehát hogy nem törik, nem deformáltak a lapok, szépek a színei, színpontosak, nem térnek el. Nyilván ez azért függ egyébként a rendeléstől is, tehát hogy egy adott rendelésben kell adni, hogy a szín kódja azonos legyen, ez nagyon fontos. A kivitelezést így megemlítetted, tervező művezetést is válasz, ugye? Tehát végig viszed gyakorlatilag, tehát nem csak papíron tervezed meg, hanem ha gebasz van, akkor ott vagy. Igen, ez a nagyon fontos pontja a dolognak. Ez a tervező művezet is egyébként kétféleképpen működik, vagy hát szokott lenni tulajdonképpen. Ugye a klasszikus verzió az, hogy le vannak egyeztetve ezek az időpontok, amikor a burkolóval, a villanyszerelővel, a vizessel, az asztalossal, az akárkivel, aki még esetleg jöhet, megbeszéljük, hogy pontosan az adott megtervezett dolog a terv alapján, hogy néz ki, hogy gondoltam, felteszi a kérdéseiket, átbeszéljük, ott leméregetjük, felmérjük a dolgokat, hogy minden rendben van. Nyilván, hogyha rendben van, akkor igazából nincsen kérdés, nyilván akkor van kérdés, vagy teendő, hogyha valami nem stimmel. Most én azt mondom, hogy felújításnál amúgy erre mindig kell számítani, tehát, hogy valami mindig előkerül. Se derékszög, se viszintes. Igen, de én vagyok az örök optimista, szóval amúgy én mindig bízok benne, meg mindig tudom, hogy valami jó megoldást tud születni. Visszatérve a tervezői művezetésre magára, ez ugye, ahogy előbb elmondtam, igazából ezeket a szakágaknak az egyeztetését jelenti, ez ugye mindig helyszíni egyeztetés, illetve azért tartom ezt fontosnak, mert hogy akkor a tervek tényleg úgy valósulnak meg, ahogy azok le vannak írva. Én igyekszek nagyon részletes tervdokumentációt készíteni, tehát ez nem egy kötelező része egyébként az ajánlatomnak, hogyha valaki azt mondja, hogy ő ezt nem szeretné, akkor én nem erőltetem rá. Vannak olyan részletesek a tervdokumentációk, hogy abban is el tudják készíteni, illetve mindig megvan adva a telefonszámon, felhívhatnak, és akkor tudunk róla beszélni, de nem vagyok az a tervező, aki csak az asztalnál ül, és akkor várja a megrendeléseket, és akkor a kivitelezővel meg hallani is akar. Meg nyilván szerintem ez kell ahhoz, hogy így a kivitelezőkkel egyeztetek, hogy olyan terveket tudjuk csinálni, ami megvalósítható. Meg az a nehézség az én munkámban, hogy alapvetően valamennyire mindenhez kell értenem, tehát az összes szakággal, akikkel én dolgozom, mert hogy tudom kell azokra a kérdésekre válaszolni. Az építészként a tervezői művezetést én azt szoktam mondani, hogy én addig csinálom, amíg levakolt falokat látunk maximum, és utána én már a burkolás festésben nem veszek részt, mert az gyakorlatilag napi szintű kijárást igényel. Te ezt hogy tudod kezelni? Tehát hogy tudsz ott lenni, jelen lenni ennyi a sok munkának a sok helyszínén? Ez kettő. Megint csak azt mondom, hogy kettő dologra lehet szétosztani. Egyrészt, amikor felújítások vannak, akkor hogyha tehetem, akkor én javasolok kivitelezőt. És általában ezt el is szokták fogadni, mert azért most nyilván, hogy az építőipar teli, tehát mindenki elkezdett kivitelezni, még az is, aki ugye korábban semmi más nem csinált, és ezért azért megbízható szakemberre szükség van. Nekem van kettő csapat, akikkel dolgozom, és akiket megbízhatónak tartok, és merem ajánlani a korábbi munkáink alapján. Most nyilván őket már ismerem, tehát tudom, hogyha most egyszer azt átbeszéljük, akkor nem kell a nyakukon ülni, és az tényleg olyan minőségű lesz.
illetve új építésnél is van olyan, ahol mondjuk már több lakást terveztem, tehát ott is ismerem a szakembereket, és akkor emiatt az már egy egészen könnyen megy. Tehát én azt tudom mondani, hogy szerencsére azért olyan projektekben veszek részt, amikor nem kell tényleg a nyakukon ülni a mestereknek, hogy ez tényleg olyan legyen, mint ami meg van tervezve, és én mindenkit úgy kezelek, hogy inkább kérdezzenek 25-ször, bármit kérdezzenek meg tényleg, hogyha nem is vagyok ott egész nap, mert ugye nem minden esetben van ez így pont a több projekt miatt, hogy mennem kell ide-oda, de nyugodtan hívjanak fel, és akkor bármi kérdés van, inkább beszéljük meg. Igen, mint igen. Az, hogy ők valami döntést hoznak, és akkor utána meg a se a megrendelőnek nem jó se nekem, már hogy a terv elkészítése szempontja. Ez a két kivitelező csapat, akit említettél, kompletten kivitelező csapatok? Tehát mindenestől? Igen, én a generál kivitelezőkkel dolgozok, ennek az az oka, hogy nincsen egymásra mutogatás. Szóval nincsen az, hogy a villanyszerelő azt mondja, hogy hát ez azt mondta el, ez azt mondta, tehát hogy egymásra adja, a szakemberek nem mutogatnak, nincsen belőle később probléma, hanem van egy ember, akit akár a tulajdonos is számon tud kérni, hogy akkor ez miért nincs kész, ez miért ilyen, és akkor így sokkal egyszerűbb a folyamat. Meg ezzel az összeszervezéssel kapcsolatban is nekem is könnyen, meg a megrendelőnek is azt tapasztalom, mert ugye minden csúszik mindig, és akkor, hogyha mondjuk külön szakágakat válogatunk össze, külön szakembereket, akkor az egyik az ezen a ponton csúszik el, akár tehát a korábbi munkájával mondjuk, a másik az elcsúszik ebbe a projektbe, akkor a harmadik nem tud jönni, tehát akkor itt teljes a káosz, a generál kivitelező meg képes arra, hogy ezt ő nyilván jól összeforgatja az összes többi munkájával kapcsolatban. Nálatok van műszaki átadás átvétel, vagy csak így hurrá is elkészült, és van egy buli a végén? Hát hivatalosan nincsen, ugye? Tehát, hogy semmi nem igényli egyébként, tehát, hogy szabályzatilag tulajdonképpen lehet ilyet mondani, de nyilván igazából, mivel a kivitelezés az kontrollálva van általában, ezért akkor már ugye esetleges hibák vagy bármi probléma kiderül, és akkor az ilyen visszajavítások meg akármilyen problémák már akkor orvosolva vannak. Szóval inkább már csak örömködés van a végére, mert addigra már a megrendelő úgy kapja meg, hogy akkor ez tökéletes. Az Instádon nagyon sok beépített bútort látni, bútorterveket, meg ilyesmiket. Gyakorlatilag ezeket te egyedileg tervezed meg az egyedi igény alapján, akár egy előszobabútorról, akár egy hálószobabútorról beszélünk. És ehhez is van, tehát neked van asztalos kontaktod, meg minden, aki ezt legyártja, ezeket a bútorokat? Igen, nagyon sok egyedi bútor tervezek, meg nagyon sok tárolót alapvetően, mert azt gondolom, hogy a lakásban legfontosabb egyébként a tárolás, és mindig ezt hagyják ki. Tehát úgy gondolják, hogy jaj, ez elég lesz, meg jaj, egy kis komód, meg hát ugye a Pinterestes táblákon ugye gyönyörűen látják, hogy alig van valami mobil tároló lehetőség. Most ez nyilván azért van, mert azok a Pinterestes tábláknak egyébként a nagy része, azok... Hát ilyen 200 cm körül ingatlanok általában, ők meg mondjuk neki van egy 30 cm-es nappaliuk, és ott nyilván van arra külön kialakítva a tároló, akár szimplán tároló, akár gardrob. Médiafal meg ilyesmi is beletartozik ebbe a Igen, dologba. Az is beletartozik, és ezért hiszek abban és bízom benne, hogy hát ha ez másra is átterjed, hogy tényleg fontosak ezek a tárolók, mert hogy az van, tehát helyigénye van. Ugye az embereknek, ahol milyenek valahova el kell pakolni, meg azért is, főleg gyerekszobánál például, de akár ez bármilyen helyiségre igaz, akkor lehet rendet tartani, hogyha van hova elpakolni. Visszatérve az eredeti kérdésre, általában azért egyedi bútorokban gondolkozok, hogyha van rá lehetőség, mert akkor tényleg az adott helyre tudjuk szabni. Tehát nem az van mondjuk, hogy megveszünk egy IKEA-s gardrobot. Egyébként az IKEA-nak a gardrob tervező teljesen korrekt, tehát hogy azt kell mondjam, hogy meg vagyok elégedve. És nincs az, hogy 5-10 centi kimarad, azt nem tudjuk hasznosan felhasználni, vagy esetleg a belső kiosztás az mégsem olyan, mint amiben mi igazából tárolni szeretnénk a dolgainkat. Meg hát nyilván abban is segít, hogy jobban össze lehessen hangolni az adott helységeket egymással, mert akkor megfelelő anyaghasználattal azért kicsit nagyobb az átjárás, és akkor ugye ott azért végtelen lehetőség van, tehát a bútorgyártó cégeknek azért már nagyon-nagyon sok színmintájuk van, és igen, van olyan asztalos, itt is több szakember van, akikkel együtt dolgozom, illetve hát nekem az is opció, hogyha megrendelőnek van egy bevált asztalosa, és akkor ugyanúgy, mint az összes többi kivitelezési munkánál, mi leegyeztetjük, én megmondom, hogy ez milyen anyagból legyen, hogy milyen belső kiosztást képzeltem el, akár vasalat szinten is, és akkor abból igazából tökéletesen el tud készülni ugyanúgy, tehát én nem ragaszkodom ebben az esetben sem feltétlenül a saját szakemberhez, hogyha a megrendelő úgy gondolja, hogy az általa javasolt szakembernek a munkájának a minősége olyan, akkor nem nincs vele probléma. Mi van abban az esetben, ha
Te megtervezed a bútorokat, meg minden egyebet, és máshogy épül meg, tehát 10-15-20 centis eltérések vannak benne. Tehát ilyen esetben gyakorlatilag újra kell tervezned mindent. Megrendelők sokan azt hiszik, hogy arra épózunk két vonalat, és onnantól kezdve módosult, akkor ennyi az egész, hanem neked gyakorlatilag újra kell tervezni, főleg egy ilyen tárolószekrényes dolgot. Hát igen, ilyenkor gyakorlatilag az egész tárgorul, amit te is mondasz, ilyenkor új koncepciót kell igazából sok esetben megalkotni, illetve még azt emelném ki, hogy az alaprajz azért az nem minden esetben, tehát azt szokták mondani, hogy tájékoztató jellegű. Szóval akár új építésnél, hogyha már állnak a falak is át szoktam mérni, meg felújításnál meg aztán főleg már az, hogy mondjuk 5-10 éve beadott építészterv az, hogy valósult meg, az abból ugye bármi lehet. Nyilván előfordult már ilyen, hogy ezért jelentős változás lett. Pont, hát szerintem egy évvel ezelőtt volt egy ilyen jelentős elfalazás, de egy ilyen 50 centivel, és az ráadásul egy egyébként sem túl nagy hálószobát érintett. Most nyilván az egész borult, és át kellett tervezni, és nem csak azt a hálószobát érintette, amit gyakorlatban érintett, mert a kapcsolódó helységekben is ugye mondjuk így abban az adott hálószobában nem lehetett akár annyi tárolót kialakítani, és emiatt ezt máshol kellett pótolni. Meg hát nyilván valahol nyertük is azt az 50 centit, tehát ugye azt is kezelni kellett, hogy akkor az is, ha már ott elvesztettük, akkor próbáljuk máshol hasznosítani. Akkor gyakorlatilag a folyamat az úgy néz ki, hogy téged megkeresnek, megcsinálod a terveket, ha beépített bútorokról beszélünk, te megvárod, amíg felépül, és legalább a csupasz falakat le tudod mérni, mert akkor már a vakolattal tudsz számolni, aztán ott is persze lehetnek 3-4 centis eltérések, ha olyan volt a könyves, és utána történik magának a bútornak a megrendelése egy asztalos üzem felé, vagy egy asztalos által. Tehát ennek a folyamata azért nem úgy zajlik, hogy mire elkészül kifestve a ház, addigra ott van takra a berendezés. Hát igen, sok esetben sajnos nem, nyilván minden megrendelő ezt szeretni, de azt mondom, hogy ez a jelenlegi építőipari helyzetben nem nagyon megoldható. Ugye gondolok főleg a csúszásokra, tehát hogy ugye nehezen tudják így ütemezni akár a szakemberek is, meg magák a megrendelők is igazából abból a szempontból, hogy ugye beszéltünk itt hosszú gyártási időkről, akár csak egy kanapé esetén, hogy most akkor az pontosan mikor rendeljék meg, mert egyrészt az üzlet se tudja örökre tárolni, másrészt ugye alapvetően a megrendelőnek sincsen helye, hogy most még egy plusz kanapét valahol tároljon, mert nyilván ő is lakik valahol, az feltétlenül öreg egy berendezett lakás, tehát hogy oda nem nagyon fér így feltétlenül más dolog már el. Ez úgy szokott kinézni, alapvetően többségében egyébként azért már akkor keresnek meg, amikor valami falak vannak. És ez jó vagy rossz? Hát az attól függ amúgy, tehát az elképzeléstől függ, mert van, amikor jó, mert hogy mondjuk olyan az építésztárv, hogy azt mondom, hogy semmit nem kell változtatni, és nem is olyanok az elképzelések, hogy szükséges lenne. Ez egy jól átgondolt építésztárnél amúgy így van szerintem. Van, amikor ugye azért szükséges módosítás, vagy valami plusz igény igazából felmerül, akkor meg nyilván nem szerencsés, van, amikor még ezen azért lehet változtatni, mert azért mondjuk akár egy 5-10 centit tolni a falon, az sok esetben hasznos tud amúgy lenni. Szóval jó is, meg nem is, igen, ezt tudom erre mondani. Hogyha még nem szereltek villanyt, akkor én már boldog vagyok, mert... Én ezt akartam mondani, hogy legalább a gépészetet ne kezdjék el, mert gondolom, az neked nagyon sokat számít, hogy azokat tud tologatni. Hát, ha a villanyszerelésen lehet változtatni, akkor én azt mondom, hogy amúgy még lehet csodát tenni. Én amúgy nagyon hiszek a villanyszerelésbe, mert hogy én úgy gondolom, hogy a funkcióhoz kell világítást rendelni. És akkor ennek megfelelően ugye kell kialakítani a dugaljakat, meg a lámpakiállásokat, és akkor, hogyha már van csak egy berendezési koncepció, tehát nekem most azt még nem kell tudni, hogy ez pontosan milyen kanapé lesz, csak hogy körülbelül úgy mekkorát szeretnének. És akkor utána abból úgy is tudunk még alakítani, és akkor már legalább ezeket így jól meg lehet tervezni, mert mindig a dugaj az, amiből nincsen elég. Ki csinál dugajtervet, meg lámpatervet? Alapberendezővel érdemes megcsináltatni, mert ugye van elektromos tervező is a dologban, csak mondjuk nem feltétlenül, tehát az, ami ugyanúgy, hogy nálad is nem feltétlenül kerülnek szóban, azok az igények, amik mondjuk ugye nekem elmesélni. Igen, meg hát ugyanaz, mint amit a belső építészetnél említettél az elején, hogy nem rentábilis családi háznál elektromos tervezőt, tehát komplet elektromos tervet csináltatni, mert egy villanyszerelő rutinból, meg az előírások alapján megcsinálja, hogy oda két és feles vezeték hova mi megy, tényleg csak az elhelyezések a fontosak, hogy hova kerül lámpa, kapcsoló, meg konnektor. Ami jellemző nyilván, hogy alapvetően külön most elektromos terv készüljön tényleg a családi ház, pont azért, amit mondasz, mert hogy egy villanyszerelő amúgy tökéletesen meg tudja csinálni, csak nyilván neki is tudni kell az igényeket, tehát hogy most azért egy villanyszerelőnek nem dolga az, hogy kitalálja azt, hogy ez hogy legyen berendezve. Igen, és meg ehhez... nem követi a trendeket, meg hasonlókat, tehát most is találkoztam olyan villanyszerűvel, aki azt mondta, hogy hát mindenhová rejtett világítás, meg minden, és mondtam, hogy jó, hát az már azért az erős 90-es évek, meg a 2000-es évek, tehát nem feltétlenül kellene az.
És ugyanez a gépészetre igaz. Tehát gyakorlatilag a szanitereket, minden ilyesmit kitalálsz egy vizes blokkban, ugye? Igen, meg ugye a helyüket. Tehát ugye az első szempont, tehát hogy maga a tervezés, az úgy készül ezzel a berendezési koncepcióval. Amikor meghatározzuk, hogy mi hol legyen, amikor eldöntjük, hogy legyen kád, vagy zuhany legyen, most nyilván azért az a hely is meghatározza, mert ugye van, amikor ugye nem lehet kád, de igen, ezzel kezdődik, és akkor a konkrét szanitereket is, fajanszárokat, csaptelepeket, minden részletet igazából kidolgozunk, mert hogy ez tényleg olyan, hogy sokszor szokták mondani, és kicsit elcsépelt, hogy az ördög a részletekben rejlik. Tehát, hogy úgy lesz tökéletesen összehangolt, hogyha ezek a dolgok át vannak gondolva. Igen, hát egy csaptelepnél, egy kádnál nem mindegy, hogy hol van csaptelep, hol lehet tölteni, hasonlók, tehát ezeket mind a gyártmány. Meg hát, hogy például akarnak benne zuhanyozni, ugye az is fontos, meg azért funkcionálisan is, meg ergonómiailag, hogy kényelmes legyen. Az azért még egy szempont, hogy meglegyenek azok a megfelelő távolságok, azok a szabályok, hogy betartsuk. Tehát azért ilyenekre gondolni kell, mert nyilván van a praktikum pont a fürdőszobánál, tehát hogy mondjuk a csaptelep, vagy akár a mosdó, hogyha valaki azért nem egy nagyon penás, nem akar minden nap takarítani, nem ez az élete, akkor ne egy olyan legyen választva, akár egy üveg, akár mondjuk egy fekete mott, amin minden víz csak meg fog látszani, és akkor idegösszeomlást fog kapni. Tehát, hogy ez is egy fontos szempont, vagy így valamennyire ilyen szempontból is meg kell ismernem az embereket, hogy ki milyen, és ki mennyire szeret ezzel foglalkozni. Mert van, akinek ez nem okoz gondot, van, aki meg idegösszeomlást kap tőle. Csinálsz akkor konyhaterveket is? Igen, csinálok konyhatervet is. Nyilván egyébként ezt a ki csinálja kérdéskört, ugye egyébként már nagyon sokan szakosodnak csak konyhatervezésre, ami alapvetően teljesen jó, mert ugye ők az összes különleges megoldást ismerik, amit így fel lehet használni, viszont nyilván ők nem egységben gondolkoznak. Uh-huh. Tehát ugye nem az egész ház egészére gondolják azt végig, hogy akkor ez ehhez fog illeni, ez meg ahhoz, és akkor egy ilyen katyvasz tud ebből kialakulni. Tehát ebben az esetben is azt mondom, hogy jó, hogyha valaki egybe fogja és egybe tudja látni az egész teret, akár hogyha ugye most azért sok esetben amerikai konyhás nappalikat építenek, tehát amikor ugye eleve már akár egy előszobával is, akár ugye magával a nappali étkezővel ugye kapcsolódik a konyha, és a konyhatervezésnél ugye a legalapvetőbb dolog, amivel kezdeni szoktam, hogy amúgy mennyit főznek. Mert azért az egy meghatározó dolog, mert ugye van, aki azért kevesebbet főz, van, aki meg nyilván többet. Ez egy ilyen nagyon egyszerű és ilyen nagyon ilyen banálisnak tűnő dolog, de tényleg ez az, ami a legeslegfontosabb, mert mondjuk aki sokat süt, oda biztos, hogy nem teszek alulra, tehát a rendesen a pultba épített sütőt, hanem mindenképpen magas szekrénybe fogom tenni. Uh-huh. Viszont az, aki mondjuk nem süt annyit, hiába ergonómiailag amúgy kényelmesebb, az a megoldás lehet, hogy valami más megoldás praktikusabb, vagy mondjuk a hely nem úgy adja, és akkor arra nem használom el azt a plusz magas szekrényi helyet, mert akkor ezzel ugye beduplázódik tulajdonképpen a konyhának már a hossza. Nyilván alapvető technológiai sorrendeket figyelembe veszek, meg azért... Az is nagyon fontos, ugye, hogy az, aki használni fogja, az milyen magas, hogy kényelmes legyen neki, akár a pult magassága, akár a felső szekrények magassága. Felső szekrénynél ugye még fontos ugye kiemelni a világítást, hogy mindenképpen kerüljön a pult alá megvilágítás, mert hogy az a fény, ugye, ami mennyezetről jön, abban ugye mi belárnyékolunk, tehát hogy az megint csak nem lesz jó, itt van megint a villanyszerelés, jön elő. Mit tudsz kezdeni azokkal a házakkal? Én rendkívül ellene vagyok, csak nagyon sok tervezés kapcsán ez előkerül, és sikerül őket meggyőznöm arról, hogy nem jó. Monolit födém, és belerakják előre a villanydobozokat, amit értelemszerűen, pláne ha még beletekernek mennyezetfűtést, és akkor nem tudod arrébb vinni a dolgokat. Hát sajnos igazából ezzel amúgy én sem tudok mit kezdeni, tehát akkor ott alkalmazkodni kell hozzá. Beton födémben nagyon nehéz, ezt te is tudod arrébb vinni, főleg igen akkor, hogyha mondjuk ott valami plusz dolog működik, akár ugye hűtés, vagy bármi egyéb más, mert én már elég furcsa dolgokat is láttam, de hogy azért szerencsés az esetleg, hogyha már akkor én képbe kerülök, amikor még a lámpa kiállásokat lehet meghatározni, mert akkor tényleg pontosan oda fog kerülni, hogyha nem oda kerül, akkor pedig vagy kiegészítő világításokat szoktam tervezni, tehát akár a falra, akár álló lámpák, vagy olyan lámpatesteket választani, amit egy akár csillárkampóval, vagy bármilyen másik rögzítéssel, igazából egy függő lámpát is arrébb lehet tenni esztétikusan, tehát hogy van direkt ilyen típusú lámpák például egy projektnél pont így oldottam meg, hogy hát az étkezőnek meg volt a helye, hogy hol fér el, de hogy a lámpakiállás igazából 50 centivel arrébb volt, ami jobb után néz ki egyébként, és akkor egy ilyen csillárkampus megoldással, mert hogy ezt a kis picike dolgot, azt ki tudtuk mérni, hogy hova tudjuk befúrni, de most nyilván azért egy födémet
szerintem semmelyik kivitelező nem szívesen fúr meg, mert hogy ugye nem, főleg akár már egy felújításnál, amikor már 5-10 éve, vagy hát ki tudja mióta ott van az a födém, igazából nem lehet tudni, és azért annak a veszélye is megvan, hogy az épületet statikailag ugye akár igen, meggyengítik. Előfeszített gerendával belefúrnak hasonlók. Igen. Tehát magyarul te is az álmennyezetet pártolod bármennyivel is drágább esetleg egy épület esetében. Igen, én abszolút amit pártolom az álmennyezetet, mert abból bármilyen lehetőséget igazából még meg tudunk alkotni, és annál sokkal különlegesebb világítástechnikai megoldásokat is létre tudunk hozni, de ott akár még a formánkkal is lehet jobban játszani. Szerintem összességében az egy szerencsés dolog, főleg akkor, hogyha mondjuk légtechnika, vagy akár tényleg fűtés-hűtés van mögötte, vagy a fölötte, mert hogy akkor tényleg sokkal szabadabb, szerelés szempontjából is könnyebb. Álmennyezeti tervet is készítesz ilyen esetben, ha úgy van, tehát ilyen ezeket a lelógó, rejtett világításos egyéb dolgokat, ami hála Istennek most már azért kezd kimenni a divatból, de volt egy időszak. Nem, sajnos nem megy ki a divatból. Nem megy ki? Nem megy ki a divatból, de én azt gondolom, hogy azokból is lehet egyébként ízléseset készíteni, tehát az, hogy mondjuk középre egy ilyen négyzetet beteszünk, az nem feltétlenül szép, igen, főleg mondjuk egy ilyen téglalap alakú helységben, vagy valamilyen szabályzalan geometriájúban, de abból is szerintem azért egyébként jó megoldásokat ki lehet hozni, és igen, egyébként készítek álmennyezett tervet is, akár lehet ez csak az, hogy a lámpák pontosan hova kerüljenek, mert ugye annak is meg kell adni, ugye, hogy hol kerüljön kifúrásra a gipszkarton, akár olyan szempontból, hogy mondjuk abba bármilyen más egyéb rejtett világítás. Itt beszélünk most padlóburkolatkiosztási tervről, dugaj és lámpa tervről, elméletileg álmennyezeti tervről, ha erről is van szó, falburkolás tervről, bútorozási tervről, mit hagytam még ki? A gépészetet, mert ugye vizes kiállásokat... Igen. Tehát gépészeti tervről. Megyünk egy új családi házat, ami mondjuk ilyen 120 négyzetméteres. Mennyi időt vesz neked ez igénybe ez a projekt? Így, ha rendesen halad minden, mert értem szerint a szélsőségeket nézzük. Ez nagyon sok mindentől függ, nyilván először is az igényektől, mennyire egyediek azok az igények, és mennyire kell azon ugye részletesen dolgozni, mert hogyha egy viszonylag standard dologgal tudunk haladni, az ugye egészen gyors, meg nyilván a térnek a kialakításától is függ alapból, hogy az mennyire szerencsésen, mennyire könnyen berendezhető, illetve hogy mondjuk akár geometriában mennyire nehéz. Uh-huh. Hogyha nem csak téglalap alakú helységek vannak, hanem 5 meg 6 szög meg akár micsoda, akkor az nyilván egy sokkal nehezebben bútorozható dolog tud lenni, illetve hogyha van rá lehetőség, akkor én szoktam hagyni a megrendelőt, hogy át tudja gondolni. Tehát, hogy legyen neki is ideje, ne csak nekem legyen időm a tervvel haladni, hanem neki is legyen ideje átgondolni, mert nagyon kevesen vannak azok, akik én elviszem a tervet, megmutatom, és azt tudják mondani, hogy nekem ezt tetszik, ezt szeretném, uh-huh, és akkor így menjünk tovább. Hanem én szoktam hagyni, szóval ez ilyen 3 és 6 hónap között bármi lehet, illetve valamikor még azon túl is. Mindenképpen érdemes már nem a kézháznál nekiállni ennek, hanem jóval előtte. Hát minél hamarabb, igen. Aha. Tehát ez tényleg előre kell gondolkozni. Díjazást azt nem kérdezem meg, mert értem szerint vannak óradíjak, meg vannak egyéb ilyen dolgok, tehát ez teljesen egyedi, meg hát mit kérnek, neked mennyi idő, igen, hol van lokációban. Igen, nincs amivel dolgozok, hanem minden esetben egyedi árajánlat készül, ahogy ugye az elején is említett. Említetted, hogy Pest megye is 50 km, illetve hát Magyaród is 50 km távolabbra is válasz itt tervezéseket, vagy az inkább már csak tanácsadási jellegű? Nem, vállalok egyébként messzebbre is tervezést, tehát igazából országszerte tulajdonképpen. Ez az 50 km-es dolog, ez arra vonatkozott, ugye ez az első ingyenes felmérés ebben a határban érvényesíthető. Ezen túl is, tehát akár egyébként van egy balatoni projekt, amiben dolgozok, illetve amúgy több is, tehát oda nagyon szívesen, bármikor, illetve hogyha tényleg olyan a koncepció, akkor nagyon szívesen tényleg az ország bármely területére. Most nyilvánvalóan egy-egy szobát nem érdemes mondjuk nekem Szegeden megtervezni, mert hogy a megrendelőnek nem fogja megérni. Mert ugye, ahogy már beszéltünk róla, most nyilván nekem az is idő, amíg én az autóba ülök. Én is mindig elmondom, tehát igen, én nagyon szívesen elmegyek Mosonmagyaróvárra is, csak igen, nekem a mérnököm... Nekem volt egy mosonmagyaróvári munkám, azt úgy oldottuk meg, az új építés volt, hogy teljesen távtervezéssel, tehát a tulajdonosok szépen küldtek nekem minden dokumentációt, és akkor én mondtam nekik, hogy miket ellenőrizzenek, meg miket csináljanak, és olyan megbízható kivitelező csapat volt, hogy teljesen jól működött a dolog. Tehát, hogy amúgy ez se kizárt, tényleg most nyilván ebben a helyzetben amúgy is több az online meg egyeztetés, meg megbeszélés, meg amit mondtam, hogy ugye nyilván nekem nem okoz nehézséget elképzelni egy teret egy alaprajzról, meg abba így látni, gondolkozni.
tehát nem feltétlenül szükséges látnom, nyilván amúgy szerencsésebb, tehát inkább a végeredmény tekintetében azért könnyebb, de amúgy azt mondom, hogy alapvetően én bárhol tervezek szívesen. Tegyük fel, hogy Békés Csaba, akkor tudsz ajánlani oda valakit, vagy azt mondod, hogy sorry, nekem ez kiesik meg. Tehát ha árban nem tudtok megegyezni, mert nekem nagyon sokszor előfordul az, hogy oké, Szegedre kéne, Debrecenbe kéne menni, és mondom az áraimat, pont emiatt, amit te is említetted, hogy én 4 órát ülök az autóba, vagy esetenként 6 órát, azt ki kell fizetni, hogy tudok ajánlani valakit ott a környéken. Megmondom őszintén, ez az ajánlás egyébként az egy nagyon nehéz témakör, igen, mert hogy én azt gondolom, hogy mindenki csak a saját munkájáért tud felelősséget vállalni. Igen. Tehát még korábbi kivitelező csapattal, illetve nem is csapattal, hanem konkrétan egy burkolóval fáztam rá, hogy az előző munkát tökéletesen megcsinálta, ajánlottam egy másik helyre, és egy darab fürdőszobát, ami volt 5 négyzetméter, 3 hónapig burkolt. Uh-huh. És akkor ez nekem is kellemetlen, mert hát ugye előzőleg teljesen, meg amúgy gyönyörűen burkol, tehát hogy szép lett a végeredmény, csak lassan készül. Uh-huh. És akkor ez ugye nagyon kellemetlen nekem is, mert hát mégiscsak én ajánlottam, meg a megrendelőnek is. Szóval én azt mondom erre, hogy sajnos csak a saját munkámért tudok felelősséget vállalni, és inkább azt javaslom nekik, hogy kérjenek be több helyről árajánlatot, esetleg az ottani ismerősüket kérdezzék, mert ugye ajánlásból azért mindig szerencsések, hogy a hozzám is inkább így jutnak el a megrendelők. És tényleg inkább nézzenek körül és mérjék fel, mert nem biztos, hogy én tudok sajnos jobbat ajánlani. Mit szólsz a Facebook csoportokhoz? Hát én benne vagyok ezekben a Facebook csoportokban, de most már megmondom őszintén, az utóbbi időben én is csak inkább ilyen csendes megfigyelő vagyok, mert hogy amúgy az a nagyon érdekes, hogy ez inkább egy ilyen fórum lett. Tehát, hogy nem feltétlenül a szakértők adnak egymásnak tanácsot, tehát nem egymásnak, hanem a kérdezőnek tanácsot, hanem a nem tudom kicsoda odaírja, hogy hát szerinte így legyen. És amúgy semmi szakértelem, meg semmi tudás nincsen mögötte, aztán utána meg csodálkozik a kérdező, hogy ez miért nem működött. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket így helyén kell kezelni. Jó ez a Facebook csoport, mondjuk arra, hogyha mondjuk én szeretnék egy famintás csempét a fürdőszobába, arra kérjék ötleteket, hogy mondjuk kinek milyen lett, uh-huh, ha nem találtam a Pinteresten, és arra nagyon jó, mert akkor meg tudom nézni, hogy tényleg ez ilyen lett, ez tetszik, nekem nem tetszik, de az, hogy valami komplexebb kérdést én a Facebookon keresztül oldják meg, az szerintem nem működik. Én is azt tapasztaltam még az elején, amikor benne voltam, hogy nagyon sok abot csinált a lakberendező, mert mindenki úgy gondolja, hogy az bárki lehet lakberendező, akinek van egy kis érzéke hozzá, holott ez nem így van, és mindenki tényleg tanácsokat ad. Igen, mert ugye a lakberendező az ugye textileket vállalnak, meg párnákat, meg ilyeneket. Igen, függöny, meg hasonló. Nyilván, hát semmi más nem csinálok, tehát hogy semmi egyéb dolgot nem kell tudnom ezen kívül. És akkor egyrészt én már mondom őszintén, hogy lehet, hogy az is kicsit gyanúsnak kellene lennie, hogy valaki mindenhez mindig hozzá tud szólni, és mindent mindig tud kezelni. Meg szerintem épp azt veszti el, ami a lakberendezésnek a lényeg, hogy egyedi. Tehát, hogy én egy kérdés ből nem feltétlenül tudok válaszolni. Tehát, hogyha most engem valaki random felhív, hogy mondjam meg neki, hogy nem is tudom, hogy mondjuk mekkora asztal kellene oda, és hogy az milyen anyagból legyen, és így meg úgy meg amúgy, ez felvett további 5-10 kérdést. Uh-huh. Tehát, hogy akár most, hogy téged érintselek, ezekkel a tervrajz kritikás csoportokkal, hogy felrakják a tervrajzot, és jó, hogy vannak ilyen alapdolgok, vagy hát nem alapdolgok, hanem alap feladatok vagy alap szabályok, aminek meg kell felelni, és mondjuk azt vizsgáljuk, rendben, de azon kívül szerintem itt is kell ismerni azt, hogy a megrendelőnek mi a konkrét igénye. Így van, meg hol helyezkedik az épület, meg hogyan? Tehát azt gondolom, hogy Facebook csoportokból nem érdemes komplexebb problémákra tájékozódni. Amit mondtam példát, hogy képeket meg inspirációkat gyűjteni szerintem nagyon jó, de hogyha bizonytalanok vagyunk, akkor inkább keressünk egy megfelelő szakembert, akár hogyha olyan a probléma, akkor építész vagy lakberendezőt, aki akár egy tanácsadás keretében az összes kérdést amúgy meg tudja válaszolni. Elég erős az instás jelenléted. Értelemszerűen hát egy lakberendező mivel mással tudna propagálni saját magát, mint kész fotókkal, meg látványtervekkel. Ezen kívül van még a Facebook üzleti oldalad, ugye? Meg hát gondolom, akkor telefonon, e-mailen vagy elérhető. Igen, alapvetően igen. Egyébként van Pinterest profilom is, mert ugye az is nagyon fontos, de igen, egyébként az instás jelenlétem a legaktívabb, és nyilván ezen kívül van egy weboldalam, ott egyébként minden más elérhetőséget meg lehet találni, tehát e-mailben, igen, telefonon,
Alapvetően általában ajánlatkéréseket e-mailben szoktam kapni, ez amúgy nagyon jó, mert akkor már be tudnak csatolni egy alaprajzot, illetve alapvető gondolatokat már le tudnak írni a koncepcióval kapcsolatban, hogy mit szeretnének, és akkor én már ilyenkor is egyből telefonon jelzek vissza, tehát hogy nem írogatni szoktam, mert szerintem az a nagyon-nagyon sok idő elmegy, hanem akkor konkrétan telefonon, mert akkor én már egy beszélgetés zajlik le, és akkor én meg tudom mondani, hogy akkor ez most tervezés vagy tanácsadás témakörébe tartozik, mert ugye magától az emberek ezt a legtöbb esetben nem tudják, és ezzel amúgy nincs is probléma, mert ezt nekem kell tudni megmondani, hogy ez a problémakör, ezt én egy-két óra alatt meg tudom szóban válaszolni, és látom rajta, hogy olyan a megrendelő, aki ezt utána ő egyedül tudja kezelni, vagy pedig annyira komplex a probléma, hogy erre pontos tervet kell készíteni, ami alapján egy kivitelező majd ezt el fogja tudni készíteni. Gyakorlatilag a legjobb az, hogyha e-mailben küldenek egy bármilyen saláta tervet, és írnak egy pár sort mellé, hogy mit szeretnének, mert te az alapján fogsz tudni nekik akár tervezés ajánlatot adni, akár szakértői tanácsadás díjat. Igen, ez így van tulajdonképpen, tehát ez a legszerencsés. Hogy dolgozol? Mert azért ugye az építőiparban mindenki non-stop van jelen. Ja, mindig is, persze. Szóval, meg hát nyilván minden tegnapra kell, azért ezzel lépést kell tartani. Azért igyekszek szabadidőt hagyni, tehát a feltöltődésre, mert én abban hiszek, hogy a kreatív munka azért nagyon igényli azt, hogy ezt vissza is töltsem. És ez is jellemző, hogy a kreatív munkára, ezt több mindenkivel már beszéltem, hogy én is este tervezek szívesen, mert hogy valahogy akkor jönnek a jó ötletek. Uh-huh. Egyébként, tehát ennek megfelelően azért engem olyan túl korán nem lehet elérni, vagy hát nem szerencsés. Nyilván, hogyha tudom, hogy mondjuk olyan egyeztetés van, vagy olyan kivitelezés, vagy akármicsoda, akkor nyilván elérhetővé teszem magamat, de azért én nem bánom, hogy a 10 után keresnek inkább, és este meg általánosságban mondjuk ilyen 6-ig, mert hogy azoknak, akik ugye azért napközben dolgoznak, ugye általában 6 után tudunk egyeztetni, és akkor vannak az egyeztetések, vagy akár még szombaton is nyújtok erre lehetőséget, tehát ugye azért sokféle igénynek kell megfelelni, mert ugye van, akinek esetleg a reggeli órák jók, még munka előtt, vagy után, tehát azért napközben nagyon kevesen élnek rá, és azért én ehhez igyekszek alkalmazkodni. Tehát nem azt mondom, hogy 8-től 5-ig jöjjön be ide az irodába, és akkor ennyi, nincsen más lehetőség, hanem tényleg mindenkinek az egyedi igényeire szabom. Meg a felújításnál ott jellemző az, hogy ugye én megyek. Ott, ahol mondjuk nincsen egy kész terv, akkor sok esetben kényelmesebb az, hogy ők bejönnek ide, és akkor itt átbeszéljük, nincsen semmi háttérzaj, nyugalom van, béke, és akkor könnyebb a folyamat is. Csak találjanak parkolót. De most itt rontod itt a üzletemet, mert hogy amúgy tök jól lehet parkolni, azt én szeretném itt a hallgatóságnak elmondani, hogy ez a 13. kerületben van ez az iroda, és most itt az ingyenes parkolás borítja szerintem itt a rendet, nem igen. Pedig a lokáció. Igen, mi egyébként ezt már lassan, hát több mint egy éve tervezzük ezt a podcastet, csak a Covid az elég rendesen keresztbe tett. Nekünk már volt egy korábbi megbeszélésünk, akkor nem volt ingyenes a parkás, és akkor le tudtam parkolni az irodaház mellett, tehát tényleg így van. Találtam a neten egy ilyen hülye kérdések a lakberendező számára, dolgot. Tehát, van egy ilyenünk, hogy tudnál valami gyorsat skiccelni. Erre mit tudsz válaszolni, vagy mit szoktál válaszolni? Nincsen gyorsan skiccelés, tehát a terv az egy pontosan átgondolt dolog. Ezt nyilván tanácsadásnál van olyan, hogy rajzolgatok bele egy alaprajzba. Az egy más kategória. De amikor én egy tervezési munkánál egy tervet adok ki a kezemből, akkor itt nem rajzolgatunk, meg ugyanez, hogy az árajánlat se egy ja, csak gyorsan mondjak egy árat, hanem az egy pontosan elkészített dolog, tehát nem rajzolgatunk össze-vissza, hanem megbeszéljük mondjuk egy módosítási igénynél, hogy mi az, ami felé szeretnénk menni, és akkor én azt mondom, a következő alkalomra el fogom készíteni. És több vázlatot csinálsz? Igen, igen, mindig több lehetőségben lehet válaszolni, hogyha a tér adja, akkor ugye elrendezésbeli, ha pedig ugye erre nincsen lehetőség, akkor inkább ez mondjuk ugye a design felé megy a verzió. Én ezt nagyon hasznosnak látom, mert hogy a kontrasztokból nagyon jól tudják az emberek már kiválasztani azt, hogy mi tetszik nekik. És akkor ez így megkönnyíti a folyamatot, aztán utána egy tervvel dolgozunk tovább, de egy ilyen 2-3 verziót szoktam neki kínálni a helység adottságaitól függően. Igen, mondjuk te abban szerencsésebb vagy, hogy neked megkötöttek a helységek, tehát nem úgy, mint nálunk építészeknél. Viszont túl sok javaslatot sem érdemes nekik adni, túl sok opciót sem, igen. Mert hogy akkor meg elvesznek benne. Tehát ez a 2-3 darab az, amiből szerintem lehet legalább azt meg tudni, hogy mi legyen az irány. Igen, de viszont ez meg a te profizmusod, hogy azt a 2-3-at rakod le eléjük, amiből tényleg tovább lehet menni, és a összehangoltság alapján ebből lehet tovább dolgozni.
Miért ilyen sokan nézett? Ezért kell tanulni ezt a szakmát is egyébként, és hát meg az évek. Berendező, mert ugye ezt már előbb az említetted, de nyilván akinek van szép érzéke, az akkor azt gondolja, hogy akkor ő hónaptól lakberendező. Igen. Meg azért, mert ő egy ismerősének adott egy jó tanácsot, és akkor az mennyire jó volt. Aztán utána én esetleg oda keveredek, és kettő anyagot nem tudok mondani, ami összeillik abba az adott térbe, de... Gyorsan még egy kérdés. Mit szólsz ezekhez a lakberendező magazinokhoz? Hát én megmondom őszintén, hogy szerintem egyébként a mai világban annyira az a magazin téma már én nem tartom aktuálisnak, mert hogy egyébként a lakberendezés is egyébként egészen gyorsan fejlődik, és ugye azért Magyarország viszonylag olyan szempontból egy nehéz piac abban a tekintetben, hogy ugye ezekre az igazi nagy design újításokra nem nagyon vevők amúgy alapvetően a legtöbben, de nyilván ötlet szempontjából például ezt is nagyon jónak tartom. Tehát abból is akár lehet jó dolgokat kimazsolázni, de úgy gondolom, hogy tényleg az internet korábban, amikor már bármit megtalálunk, lehet, hogy szerencsésebb bizonyos szakembereket követni és az ő tanácsaikra hagyatkozni. Mert ugye azért ezekben a magazinoknál is egyébként azért sok ilyen PR cikk íródik, és nem biztos, hogy... Hát megélhetett. Én azt látom, tehát az ilyen szép házakban meg mindenben azok élhetett. Tehát azok nagyon jól néznek ki a fényképen azok a házak, de ha már leraksz egy kávésbögrét a pult közepére, akkor megtöri az egésznek a harmóniáját, és használhatatlan a konyha. Hát igen, ez egy tipikus bemutató lakásom. Igen, igen. És akkor erre nagyon szép, meg igen, akkor ezt hozzák nekem, hogy akkor na hát, akkor ezt. Igen, meg fényes konyhabútor, meg egyebek, és akkor a valóságban meg ott van egy 2 éves gyerek, aki minden nap összetapogatja. Következő ilyen hülye kérdés, miért ilyen sok a négyzetméter ár? Gondolom, hogy azért neked is, tehát ha komplex projekted van, akkor te is négyzetméter ára dolgozol. Igen, úgy hozzávetőleg is a négyzetméter ára lehet akkor kalkulálni. Hát azért ilyen sok a négyzetméter ár, mert nagyon sok a munka. Igen, ahogy korábban kifejtettük, hogy egy csomó tervlap van, tehát saját magam ellen beszélek, de egy normális lakberendező belső építész azért drágában dolgozik, mint az építész, igen, négyzetméter ára visszavetítve, de mi kvázi csak a... Most tényleg nagyon hülye hangzik, csak a vázat adjuk az egészhez, nincsenek benne burkolatoktól elkezdve minden. Nem mondom, hogy kevesebb munka van benne, viszont nekünk egyszerűbb a dolgunk, mert nincs annyi variálási lehetőség. Igen, egyébként így kell... Szóval ez egy ilyen nehéz téma szerintem, mint hogy maga a váz, mert hogy a váz ugye a legkritikusabb pontja, és oké, hogy az csak egy dolog tulajdonképpen, de hogy azért mégiscsak mindennek az az alapja. Tehát, hogy oké, hogy csak egy dolog, de hogy mégis a legfontosabb. Én sajnos találkozok elég sok olyan tervező vagy tervvel, amit nekem így átküldenek kritikába, amiben lekicsinyített bútorok vannak belerakva, hogy optikailag jól néz ki, és amikor rámérek, akkor kijön az, hogy hát az étkező asztal csak 60 cm széles, és 120 és 6-osra be van állítva, hogy 6 személy elfér, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert a helységbe nem fér bele a rendes méret. Igen, ezzel én is találkoztam, meg ugye hát, hogy amikor szokták hozni az alaprajzokat, akkor ugye az nagyon sok esetben igyekszenek ragaszkodni ahhoz az elrendezéshez, amit az építészben rajzol, pedig az ugye több szempontból nem feltétlenül funkcionálisan szerencsés, vagy az igényeknek nem feltétlenül szerencsés. Most itt ennél én nem hibáztatom az építészt, mert neki nem ez a feladata, csak ezt valahogy a megrendelők nem teljesen értik. Igen, nekem van egy elég komplex tervezői kérdéslistám, és ott szoktam kérni, hogy egyik gyerek szoba berendezést kérek, mert lehet, hogy 14 éves gyerek is már dupla ágy kell neki, teljesen más elrendezést kell ilyen esetekben. Tehát akkor ablakot nem rakhatok fölé, vagy nem szerencsés rakni, tehát már nekem erre figyelni kellene, sajnos sok kell, hogy nem figyel, vagy nem kapunk elég információt, ez meg a másik egyébként. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem nagyon érzik, tehát hogy nekem még tényleg azt is elmesélik már lassan, hogy milyen színű a bugyijuk, neked meg még az ilyen alapvető bútorokat sem feltétlenül, és akkor egyrészt nem nagyon tudják, szóval én azt látom, hogy nem feltétlenül tudják azt, hogy mi az, amit kell tudnia akár egy építésznek, akár egy lakberendezőnek, és akkor hát még ez is jó lett volna, meg így, meg úgy, meg amúgy, és akkor nyilván utólag utána már megy ezen a matek, de én azt gondolom, hogy az sose baj megrendelői oldalról, és ez a tanács nekik, hogyha több dolgot mondanak el, mert abból úgyis kiszűri igen, a szakember, igen, hogy mi az, aminek erre szüksége van. Aztán mi majd szídjük egymást, tehát én szívom a lakberendezőt, hogy miért tervezett ilyet, ti meg szídjátok az építészt, hogy miért tervezett ilyet. Ez egy örök harc. Következő hülye kérdés, nem vagyok biztos benne, mit szeretnék, de tudnál valami jót tervezni? Igen, az egyébként nagyon sokszor van, hogy a legtöbben nem tudják, hogy mit szeretnének, ezzel amúgy semmi probléma nincsen, mert hogy én azért vagyok, hogy én majd megmondjam neki,
hogy milyen. Az alapján, ami az ő fejében van, az hogy fog kinézni pontosan, mert egyébként valami elképzelés mindig van. Tehát, hogyha mutatok valamit, akkor arra tudja mondani, hogy tetszik vagy nem. Uh-huh. És erre egyébként megint csak a Pinterest táblák amúgy nagyon jók, hogy csak nézegetünk képeket, hogy csak mondja meg, hogy azon a képen mi tetszik, vagy egyáltalán nem, és akkor én már legalább abban látom, hogy mi az, amilyen irányba érdemes indulni, és amikor meg ugye elkészülnek a vázlattervek, ezek ugye több variációs tervek, abból meg már úgy is megint egy konkrét irány rajzolódik ki, szóval ez engem egyáltalán nem zavar, hogyha valaki nem tudja, hogy mi az elképzelésem, én hiszem azt, hogy nekem ez a feladatom, hogy én ezt majd megértessem vele, vagy hogy megmutassam neki, hogy ő mit szeretne. Azt az egyet azt nem szeretem, és szerintem nem is célra vezető a tervezésnél, amikor nem tudja, hogy mit szeretne, de bármit mutatok, arra nem tud releváns választ adni. Igen, én sem szeretem építészetben, amikor a 20. verziónál tartunk, és a 20 verzióból nincs egy csapásvonal, amit lehet követni utána. Igen, mert amit mondtam korábban, hogy azért igyekszek valamennyire kontrasztokat állítani, mm-hmm. tehát hogy azért olyan ötleteket hozni, vagy olyan bármilyen tekintetben ötleteket, tehát bútorozásban, anyaghasználatban, ami azért üti egymást, tehát hogy azt valaki csak tudja, hogy egy adott helyiségben hideg vagy meleg burkolatot szeretne, csak egy nagyon egyszerű példával élve. Az, akinek tényleg semmi nem jó, és szerencsére egyébként azért ilyen nagyon ritkán találkozom, azzal nehéz csak. Mi van akkor, hogyha a te tervezési koncepciódat egy hülye ötlet folyamán felborítják. Tehát például kanapét átrakják a másik oldalra, vagy át szeretné rakni a másik oldalra. Hogy tudod ezt kezelni, vagy mit csinálsz ilyenkor velük? Hát ez megint csak sok dologtól függ. Tehát, hogyha ugye az elején van lehetőség arra, hogy az elrendezéseket kitaláljuk. Uh-huh. Most, hogyha az az elrendezés az egyébként mondjuk működik, csak ők korábban nem azt választották, de rájöttek, hogy az mégiscsak az lenne, akkor az még valamennyire egy kezelhető dolog. Hogyha ezt ők úgy akarják megcsinálni, hogy ez igazából nem egy működőképes dolog, akkor én igyekszem arra terelni őket, hogy az eredeti tervnél maradjanak. Nem azért már, hogy nekem az több munka, vagy már nem tetszik, vagy akármicsoda, hanem azért, mert az nem fog később működni, és arra nem most fognak rájönni, hanem majd fél év múlva, egy év múlva, és akkor majd nyilvánvalóan én leszek a hibás érte, mert hát, hogy én ezt miért hagytam. Ugye ez a tipikus dolog, hogyha jó a terv, akkor ugye a megrendelő a világ mindenség, hogyha meg rossz, akkor csak én lehetek a hibás. Igen, igen. Tehát, hogy én azt javaslom mindenkinek, hogy érdemes azokat az alapvetéseket követni, amiket bármilyen szakember, akár építész, lakberendező, vagy megbízható, kivitelező szakember javasol, mert nem véletlenül teszi. Mit szólsz ahhoz, hogyha hoznak neked egy tervet, hogy egy pont ugyanilyen szobát kell tervezni? Hát, hogyha ez ilyen inspiráció szinten van, és tényleg nem azt várja el, hogy mondjuk centire pontosan ugyanúgy legyen, mert ugye ez a legtöbb esetben nem megvalósítható, mert nem feltétlenül ugyanolyan a helység, akkor igazából nincsen vele problémám, mert hogy legalább van egy elképzelés amúgy róla. De azt azért mindig el szoktam mondani, hogy ez nem pont olyan, vagy akármicsoda, vagy hogy mégiscsak azért legyen benne az egyediség, amiről ugye eddig beszéltem, hogy azért ne egy fotót másoljuk le. Mi van? Tehát, hogy szabjuk egyénre tényleg, és a térnek. Mi van akkor, hogyha menet közben színt módosítanak? Mert például a felkent szín minta alapján, nem tudom, világosnak, sötétnek találják. Ilyen elő szokott fordulni, meg egyébként a festékeket amúgy is én szoktam javasolni, hogy azért egy legalább egyszer egyes négyzetben, uh-huh. tehát egy négyzetméterre legyen felkentve, és akkor azt nézegessék, hogy mégiscsak hogy tetszik, mert hogy akár bármennyire valósághű tud lenni egy látványterv, vagy egy kis színkártya, abból nem feltétlenül lehet megmondani, hogy most neki azt fog-e tetszeni. Én ezt tiszteletben tudom tartani, és akkor ezeken így tudom módosítani, tehát hogy pont ez az, hogy én végigkísérem a tervezést, ennél van olyan lehetőség, hogy akár mondjuk egy bútor már nem kapható, és akkor a helyet kitalálunk valamit, uh-huh. mert telik az idő, vagy pedig egy-egy ilyen apró módosítást azt lehet kezelni. Nyilván a teljes koncepció módosítást azt nem szoktam engedni, mert hogy pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ez már egy valamilyen szempontból pontosan definiált dolog, és nem véletlenül van így. Uh-huh. Tehát, hogy nem azért, mert nekem ehhez volt kedvem, vagy nekem ez tetszik, mert nem magamnak tervezek, hanem neki. És az már annyit bonyolít az egész helyzeten, hogy igazából onnantól újra lehet kezdeni. És akkor az addigi munka az hiába való volt. Te mit preferálsz, az időtálló stílust, vagy vannak az aktuális divat hullámok, amikre meg tudod mondani mondjuk a megrendelőnek, hogy ez, amit szeretne, ez az aktuális divat hullám, ez mondjuk 10 évig nem lesz ciki, és 10 év után illene áttervezni, vagy átdolgozni az egészet. Ez... Vagy mit tudsz kezdeni például
azzal, hogy ha most van egy 2 éves gyerekük, vagy születik gyerekük, és tudod, hogy vagy mondjuk most 5 éves, és 10 év múlva kamasz lesz. És gyakorlatilag ilyenkor mit mondasz neki? Tehát, hogy áttervezed az egészet újra, 10 év múlva találkozunk, mit lehet ezzel kezdeni? Először is a gyerekszoba kérdésre válaszolok, mert szerintem az a legkritikusabb ennek az egész témának. Nyilván ugye egy gyereknek nagyon sokban változik az igénye, meg az ízlése. Tehát ott elkerülhetetlen az, hogy ebből valami felújítás legyen előbb-utóbb, akár ugye a bútorcsere szempontjából, amikor mondjuk már iskoláskorú lesz, vagy csak tényleg így dizájnbeli, ez már ciki, ugye? Szempontból, viszont én amúgy azt szoktam javasolni, pont gyerekszobánál, hogy a geometrikus minták felé szerintem érdemes elmenni, tehát nem feltétlenül ilyen én kicsi póni, meg akármicsoda, nem tudom, hogy most éppen mi van, érdemes választani, mert hogy akár egy ilyen pöttyös, csíkos, akármilyen tényleg geometrikus formával jobban el lehet indulni, és az tényleg időtálló tud maradni, és ez valamennyire már válasz a másik kérdésre is. Hogyha nem kifejezetten kérés, hogy nagyon szezonális trendnek legyen megfelelő, akkor én igyekszek inkább időtálló dolgokat választani, ami nyilván a mostani kornak meg technológiának amúgy megfelel, de ha lehet, akkor azért ezeket a nagyon most divat, és már jövőre se azokat úgy próbálom kerülni, mert azért a legtöbben nem minden évben vagy pár évente szeretnék felújítani, hanem egy hosszabb időszakra terveznek vele, és alapvetően csak stílusok tekintetében pedig nincsen olyan kifejezetten, amivel is szeretek dolgozni, vagy ami annyira nagyon nagy kedvencem, hanem bármilyen stílusban szívesen tervezek, és hiszem is azt, hogy a lakberendezőnek tudnia kell több stílusban is alkotni. Milyen időtáva az átfutási ideje, amikor már nem az, hogy cikivé válik, csak illő lenne? Szerintem az a 10 év, amit mondtál egyébként, az... És az érvényes fürdőszobára is, konyhabútorra is, ilyesmire? Igen, alapvetően igen, mert nem csak az, hogy dizájnban és színekben változik, hanem akár a technológia is fejlődik annyit, tehát akár egy csempegyártásnál magának a gyártási technológia is fejlődik annyit, hogy érdemes. Tehát aki most felrakja a 3D-s metrócsempét, az azért... 3D-s metrócsempét ne rakjanak fel, hanem muszáj. Mert az nagyon a szezonális divat. Igen, igen, én is ezt érzem. Tehát azt szerintem 5 év múlva már egy kicsit az ciki lesz. Vagy hát, mint a családi házaknál is be lehet tájolni, hogy ez a 80-as években épült, ez a 90-as években épült. Tehát... Ugye ugyanez megvan nyilván a lakberendezésnél is. Ugye az a 2000-es évek elején ez a tipikus mediterrán dolog is, minden narancssárga, meg piros, meg akármicsoda, amivel amúgy nincsen baj, ha valaki ezt szereti, meg szerintem egyébként építészetileg a mediterrán házak amúgy szépek, de utána azért már nehezen használható sok esetben, hogyha valami nagyon szélsőséges, tehát hogyha nincsen tényleg külön kérés, akkor egyébként én szívesen megyek el abban az irányban, hogy egy olyan általánosan jól használható dizájnt alkalmazzunk, és például sok kiadásra tervezett lakást, sok kiadásra szánt lakást tervezek, és abban az esetekben ott például pont egy ilyen általános ízlést igyekszek általában megfogni, amiben van egy olyan pici plusz extra, amivel kitűnik ugye a piacról, tehát hogy, mert ugye befektetőknek mindig az a célja, hogy abban nyilván lakjanak, és hogy könnyen ki tudja adni, és úgy tűnik, hogy amúgy ez működik, mert hogy általában a befejezés előtt már a látványtervekkel van elég sok olyan bérlőjelölt, akiből azért lehet választani, és általában jó tapasztalatokkal választanak, szóval gondolom, ez egy működőképes dolog. Úgymond minden helységben, vagy hát ez így hülye hangzik, minden projektben érdemes egy feature-t belerakni, akár mondjuk egy konyhaszekrénynél, az egyik barátomnál van egy általános konyhaszekrén, amiben a hűtőnek, a rejtett hűtőnek a szekrényajtaja az lila. De egy ilyen eszméletlen lila, és kurva jól néz ki. De ha az kimegy a divatból, vagy ciki lesz, akkor fogja és lecserélje azt az egy elemet, és attól függetlenül azok a konyhabútor az egy időtálló. Igen, az nagyon jó amúgy, amit mondasz, én mindig azt mondom, hogy egy nagy ötlet kell egy tervbe. Tehát, hogy nem kell 25 dolgot amúgy felsorolkoztatni, meg 25 ilyen nagyon most divatos, nagyon rendhagyó dolgot beletenni, és hogyha van rá mód, akkor olyat választani, aki tényleg nem úgy tervező, hogy pár évente felújítja, vagy megváltoztatja a lakást, amivel így fel lehet dobni, ez tipikusan mindig a textíliák szoktak lenni, vagy akár egy ilyen homogénebb teret, csak más színű párnával is, tehát, hogy tényleg csak a legkevesebbet mondjam, ami minimális költségbefektetéssel jár, már teljesen más hangulatba lehet hozni. Viszont, hogyha annak van egy összharmóniája, egy alapból, amiben tényleg időtálló anyagok vannak, mert én úgy gondolom, hogy akár most nyilván a modern stílus miatt amúgy is a beton nagyon bent van a köztudatban, de én alapvetően amúgy a beton mintázatot egy jó használható textúrának gondolom, ugyanez a fára is igaz, tehát az ilyen alapvető dolgokat, azokat mindig amúgy lehet használni, ezeket a természetes kőmintákat, ilyesmi. Most az lehet, hogy más formában lesz divat, ugye most például ezek a márvány minták, de
de 10 éve is volt márvány minta, tehát ezek így azért valahogy visszaforognak. Tehát erre azt mondom, hogy sokkal élhetőbb, mint egy metrócsempét berakni. Válasz-e olyan, vagy van-e a praxisodban olyan megbízás, amiben nem akarják az épületet megváltoztatni, csak egy tisztasági festés során fel akarják frissíteni, tehát színeket akarnak a falakra felvinni, mert nem akarnak burkolatot változtatni, maximum bútorozás, de nem akarnak átcsempézni, hasonlók. Inkább gondolom, inkább tanácsadási jellegű, mint tervezési jellegű ez a... Nem feltétlenül, mert egyébként nagyon jól fel lehet frissíteni amúgy, tényleg csak egy átfestéssel, egy másik tapétával, tehát az apróságok is amúgy sokat számítanak. Én amúgy nagyon ajánlom a tapétákat, mert hogy nagyon sokféle hatást lehet vele elérni, tehát sokkal nagyobb a lehetőség, meg egyébként például pont kisgyerekes családoknál egyébként sok esetben van, amikor egy tapéta az ellenállóbb tud lenni, mint a fal maga. Szóval én azt bátran ajánlom bárkinek, nyugodtan használják, nyilván ez a mintázat nagyon meghatározza, hogy milyen, de most már itt is a gyártási technológia nagyon széles spektrumú anyaghasználatot tesz lehetővé. Tehát, hogy akár a fürdőszobai felhasználásra is alkalmas tapéták vannak. Uh-huh. És ez egy nagy küldetésem, hogy a fürdőbe, hát nem is az, hogy tapétát feltétlenül, de akár mosható festéket, és csak a szükséges. Mert abban hiszek, hogy mondjuk egy zuhanyzót azt nyugodtan burkoljanak ki, de hogy nem kell mennyezetig burkolni az összes falát. Én nem is feltétlenül megmondom őszintén, hogy az anyagi szempontok miatt szoktam ezt javasolni, hogy kevesebbet sem pénzük, mert mondjuk most már elég kis fürdőszobákat terveznek, és azért ott nem annyira releváns mondjuk egy plusz 3-4 négyzetméter csempe, bár ez nyilván ugye csempétől függ, hanem inkább esztétikai szempontból javaslom, mert hogy amúgy tényleg nem feltétlenül van rá szükség. Ha valakinek megtervezed a házát, akkor tudsz több alternatívát neki kínálni műszaki szempontból, mondjuk csaptelep meg ilyesmi szempontból. Van ABC verzió, értelemszerűen, vagy hogy tudsz ebben neki segíteni, mert egy e-boxot vagy hasonlót nem mindenki fog kifizetni, csak a fal alatti részét 70 000 forintért. Igen, pont ezt akartam mondani, az e-box példánál maradva, vagy az attól függ megint csak, hogy én mikor csatlakozok be. Mert ugye e-boxot is már most felújításnál azért nagyon ritkán teszünk be e-boxot. Uh-huh. Mert hogy ugye akkor általában előtét falazást igényel, az nyilván veszel helyet. A hallgató kedvéért az e-box az a zuhanyzóhoz egy rejtett... Most dolgoz is, hogyha beépített csaptelepet szeretnénk. Ja, igen. Tehát az a lényeg, hogy beépített csaptelep alá kell ezt berakni, igen. Illetve közelébe, és ez a falba van beépítve. És 70 000 forint csak ez a... Igen, egy ilyen elektromos szerelődoboz. Igen. Ilyet kell elképzelni egyébként. Igen. Igen, tehát erre egyébként nem is mindig van lehetőség, meg nyilván ez már az elején egy felmérés kérdése, tehát azért én alapvetően, ha nem is konkrétan kimondott költségvetésből dolgozok, de azért nagyjából be van határolva, hogy mi az az árkategória, amiben mehetünk. Most nyilván, hogyha ez mondjuk 30 000 forintra van limitálva, mondjuk egy csaptelep, akkor nem fogok beépítettbe gondolkozni, mert hogy ugye már maga az e-box is többbe kerül, de hogyha van rá lehetőség, egyébként sokan kérik most már a beépített csaptelepeket, és egyébként én bátran javaslom is, mert hogyha abból minőségi van választva, tehát Hengsgrohe-Grohe vonaltól indulva, már amúgy bármi, akkor azokat tényleg nincsen probléma, és ezért azokkal már vannak 10 éves tapasztalatok, hogy tökéletesen működik, akkor azt is nagyon szívesen ajánlom, illetve magánál a tervezési folyamatnál is, hogyha mondjuk a fürdőre is többféle verziót nézünk meg, akkor oda is a nem beépített csaptelepeken, illetve szaniterekből is akkora a választék már, hogy oda is tudok többfélét javasolni. Akár most így műszakilag hirtelen az jutott eszemben a tipikusan a zuhanyzónál ez a termosztátos, nem a keverőcsapos verzió, hanem a termosztátos megoldás. Akár ez ugye csaptelepnél, zuhanyzónál is működik, tehát ez is egy opció. Meg ugye azért már sokféle dizájnból tudunk választani, és nem feltétlenül tényleg a klasszikus keverőcsapos van csak, hanem nagyon sokféle lehetősége van már a fogyasztóknak. Gondolom, van egy műszaki minimum, amit elvársz. Mi van akkor, hogyha ez alatt tipikusan eladásra épített lakásnál nem biztos, hogy megveszik a geberit tartályt, hanem beraknak valami lengyel szart. Na pont ez, hogy a geberit tartályból én nem engedek. Tehát, hogy ezt jól teszed, én sajnos engedtem saját példa, és engedtem, megvettem egy Liv gyártmányú WC-tartályt, és 10 év után cserélhetem ki mind a kettőt. Nem, a geberit tartályból, ugye ez a beépített WC-nek ugye a tartálya, abban nem szoktam engedni, mert hogy ez egy elburkolandó dolog. Igen. Tehát, hogy most hiába van csempe, vagy nincs csempe, ez be van dobozolva. Ezt
cserélni, ugye úgy lehet, hogy ez a gipszkarton, vagy valahol ugye itonggal burkolják be, ott azt fel kell bontani. Igen. Az egy nagyon nagy munka, sokféle szempontból, tehát oda megbízható minőségűt kell választani. Ugyanúgy, ahogy itt mondtam, a beépített csaptelepekre is, hogy ebből nem rendelünk AliExpressről, meg akárhonnan, nem tudom, bármilyen csoda dolgot, mert hogy itt megbízhatóságra van szükség. Szóval én azt gondolom, hogy amik olyan dolgok, hogy akár egy burkolat, mert ugye azért azzal is hosszabb távra tervezünk, akár ezek a csaptelepek, mosdók, ott érdemes inkább minőségre menni, és mondjuk azt máshol, a lakás más területén mondjuk visszahozni, tehát akár mondjuk egy bútor választásnál, vagy akár mondjuk ugye a beépített bútorokról is sokat beszéltünk, mondjuk a bútor belsejét nem feltétlenül a dekor anyagából megcsinálni, uh-huh. és akkor azzal már mondjuk lehet nyerni, akivel ez, aki mondjuk ezzel tud együtt élni. De úgy gondolom, hogy ezeknél a beépített dolgoknál mindenképpen a minőséget kell választani. És nem azt mondom, hogy mert nyilván a Hengsgrohe-nek is van 300 ezer forint egy csaptelepe, meg van olyan is, ami ez a 30 ezer forintos árkategória. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a 30 ezer forintnak bele kell férnie. És ez nekem valamennyire feladatom is, hogy úgy súlyozzam a berendezést, hogy ez a végén. Mert tulajdonképpen a megrendelőnek mindegy, hogy ő most idézőjelben mindegy, hogy egy árkeleten belül mire mennyit hogy kell súlya. Tulajdonképpen, aha. hogyha azzal igazából meg van elégedve, meg tetszik neki, és az tényleg olyan minőségű. És akkor ezért nem lehet ezeket szerintem megkockáztatni. Hallani rém híreket most a Covid miatt, hogy hogy azért a legtöbb szanitár termékünk, meg ilyesmik az Olaszországból hozzák be, hogy 60-70%-os áremelkedés várható. Erről hallottál? Az áremelkedéssel egyébként mindig rémizgetnek mindig mindenkit. Ez egyrészt adódik a forint. Uh-huh. Ugye a helyzetében, mert ugye ezek mindig eurós árak, mindig van ez a levegőben, hogy emelkedik, mindig minden fürdőszoba kereskedésben ezt kapjuk meg, hogy rendeljük meg minél hamarabb, mert hogy nem tudják garantálni az árat. Nyilván egyébként régen még egy hónapra adtak simán ajánlatot bármelyik fürdőszobaszalomba, most már egy-két hétre vagy odaírják, hogy adott euró árfolyamig garantálják. Tehát az a baj, hogy erre én sem tudok pontosak mondani, mert mindig az van, tehát az elmúlt 5 évenben is mindig ez volt, hogy emelkedni fog az ár, változni fog, növekedni fog. Nyilván ez adódik abból egyébként, hogy a gyártási technológia is ugye sok esetben egyre drágább, attól, hogy jobb minőségű termékek készülhessenek, és nem mindig vannak mondjuk ezek optimalizálva. Terasz tervezést vállalsz-e? Most nem feltétlenül fedett teraszról beszélünk, hanem egy kiülős terasz, tehát ez beletartozik a portfólióba. Kertet azt nem tervezek, azt fontos kiemelni. Teraszt, hogyha az ugye közvetlenül kapcsolódik az épülethez, azt igen. Így sütögetővel, minden vacakkal együtt, olyan, amit igen, szoktak. Igen, aha. Igen, olyat igen, mert azt úgy gondolom, hogy ezt a házhoz kell amúgy igazítani. Tehát, hogy pont ezért például a homlokzatnak mondjuk a színezésében, abban szoktam segíteni. Tehát akár még olyat is csináltam, hogy cserép szint kiválasztottam, meg azokat a kültéri burkolatokat, amik akár mondjuk a falra felültek, azokban még tudok segíteni, meg jó szívvel is segítek, tehát hogy ezt úgy gondolom, hogy ezt így jól össze tudom fogni, és még a terasz egy ilyen pontja, mert hogy az annak szerintem kell kapcsolódni a lakáshoz, mert ugye azért többségében, ha szerencsésen épül, akkor itt valahogy a konyha körül rendeződik, mert hát hogyha általában ugye enni szoktunk itt nyáron a teraszon, ez ugye az alapvetés, meg egy kis pihenős szekció szokott lenni, és akkor ahhoz így hozzáigazítani szerintem az egy hasznos, meg jó dolog. Kamra szerinted kell-e egy mai modern házba, konyha mellé, vagy? Én hiszek a kamrába is, meg a háztartási helyiségbe is. Én javaslom egyébként, hogyha lehetőség van, akkor mind a kettőnek a tervezésére. A háztartási helységet azt azért, mert hogy például a mosógépet, kazánt, vagy akár hőszivattyút, bármit ugye a megfelelő műszaki paramétereknek megfelelően el lehet rejteni. Illetve tehát tényleg van egy mosószállítógépnek akkor lehetőség, hogy hol lehessen tárolni, annak nem kell a fürdőszobából elvenni helyet, nem kell a konyhából elvenni helyet, mert ugye sok esetben kiszorul a konyhába. A kamrát pedig azért javaslom, mert most nyilván, hogyha nincsen, akkor szoktam ilyen magas kamra szekrényeket tervezni, amiben azért így egészen jól elnyeli a dolgokat, de a tárolás részét nagyban megkönnyíti, hogy akkor oda be tudunk pakolni. Meg hát megmondom őszintén, például egy vendégfogadásnál is azért ez egy olyan hely, ahol el lehet csúsztani dolgokat. De a kamra akkor neked is inkább tároló funkció, nem pedig a hűvös kamra jelleg, ami régebben a kamrát jelentette, mert azt gyakorlatilag egy mai modern épületben lehetetlen. Nem, azt igen, én azzal nem is számolok, mert szerintem sem megvalósítható, hanem tényleg a tárolás funkcióját. Uh-huh. Tehát, hogy a külső szekrényekben tényleg csak az éppen használatos dolgokat tudjuk tárolni, és akkor azon is helyet tudunk nyerni. Említetted a háztartási helységet. Mit tudsz kezdeni a gépészeti berendezésekkel, meg a többivel? Tehát azt simán eltakarod valamivel, vagy megpróbálod
szembe csukva kezelni. Ez ugye szabályozástól függ, mert hát ugye az egy gázkazán például ugye nem lehet eltakarni, szóval nyilván mindig annak megfelelően dolgozunk. Van olyan mondjuk, hogy egy fürdőszobába bekerül egy gázkazán, és akkor nyilván a kazánt azt nem tudom eltakarni, de hogy mondjuk maga alatt a kábelezését, az osztógyűjtőt, azt akár egy ilyen kis szekrénykével azt el szoktuk takarni, hogyha van erre mód, azért az sokkal esztétikusabb, meg ha már tényleg akkor keresnek meg még, amikor tervezés alatt van, és esetleg csak egy egészen pici háztartási helyiséget le tudunk csípni, akkor nagyon boldog vagyok, mert szerintem az a legszerencsésebb. Mit tudsz kezdeni a gázcsövekkel? Mert általában ez az, amihez a megterveztetik a gázt, és a gáztervező kurvára nem érdekli, hogy hol futnak. Igen. Tehát a legrövidebb nyomvonalon berak neked egy 22 mm-es részcsövet, és kezdj vele valamit. Ezzel igazából az a probléma, hogy hivatalosan ezeket nem lehet eldobozolni kis kartonnal. Hát, hogyha van rá mód, akkor maximum festeni lehet a fallal azonos színen, és akkor kevésbé tűnik fel, vagy egy stukkot, fali stukkot úgy felrakni esetleg, hogy igen, hogy kevésbé legyen látványos, ugye, hogy alatta fusson, vagy valamilyen irányban. De igen, hát sajnos dobozolni nem lehet, szóval ez egy ilyen örök harc. Én mondjuk abban hiszek, hogy azért az elektromos fűtés szerencsésebb sok szempontból, tehát bízok benne, hogy ezek a gázcsövek nem biztos, hogy már sokáig lesznek jelen. Lépcső. Tervezel-e lépcsőt? Igen, egyébként tervezek. Én sok mindent tervezek, amit amúgy építész tervez eredetileg. Ennek az az oka, hogy még amikor én elkezdtem lakberendezéssel foglalkozni, akkor volt több ilyen átépítéses projektem, és az egyiknél sajnos az építészet nem volt olyan túl segítőkész, és akkor sok mindent én is a megrendelő terveztünk, mert ugye ők kivitelező volt, tehát ugye az van ebben jártassága, és akkor emiatt így sok mindenben szereztem tapasztalatot, például a lépcsőben is. Most azt tegyük hozzá, hogy egyébként a tervező programban amúgy sokat segít. Igen. Tehát, hogy az adott helyen azért ő tök jól kiszámolja a paramétereket. Nyilván igen, azért ilyen alapvető dolgokat el kell dönteni, hogy ugye, hogy hol tud felmenni, hogy egyáltalán hol lehet áttörni a födémet, amihez azért mondjuk kell egy ilyen statikus szakvélemény. De korlátokat, ilyesmiket, burkolatokat, azt mindent te már megtervezel lépcsőre. Még egyébként azt igen. Mondom, a program azért elég jól kiszámolja tulajdonképpen, hogy a lépcső az hol ér föl. Tehát mindig ezt szoktam mondani, az a lényeg, hogy fölérjen. Igen. Az a kritikus pontja a dolognak. És akkor hát ez már nyilván valamennyire térszervezés, hogy milyen formájúnak kell lenni az a lépcső. Tehát, hogy a földszinti, illetve az emeleti teret hogy tudjuk úgy összekapcsolni, hogy az optimális legyen mindenféle szempontból. Tehát azért igyekszek úgy kialakítani lépcsőket, hogy az valami praktikus, akár tárolás szempontjából az ilyen tipik tároló tud lenni, tehát akár szekrényezve, akár mondjuk kamra. Kamrát már terveztem lépcső alá. És akkor az pont arra elég, hogy ott tényleg hát bár hivatalosan nem kérjen a műanyag palaszokat használunk, de akár a vizeket, üdítőket, akár csodákat is, de be tudjuk tenni, meg ugye ezeket a száraz dolgokat ugye a főzési alapanyagok tekintetében. Külön WC, szerinted? Szerintem nagyon jó a külön WC. Tehát te is azt mondod, hogy az abszolút igen, kell. Igen. Ugye az két hálószobás lakáshoz ugye kell minimum kettő WC, és abból az egyik az mindenképpen legyen külön. Én azt javaslom, mert egy reggeli készülődésnél amúgy nagyon praktikus, hogyha nyilván az nincsen elfoglalva. Mit tudsz kezdeni egy 90 centi széles nettó falméretű WC-vel, amiből még legyen a vakolat meg a csempeburka? Tehát ezt látom rengeteg építészterven. Igen, ez amúgy egy jellemző dolog, mert hát ugye fürdőkkel spórolunk ugye helyet valamiért. Nem mondom, hogy amúgy hogy elképzelhetetlen, vagy élhetetlen, vagy akármicsoda, nem mondom, hogy a legkényelmesebb WC, de azért már vannak ilyen kis mosdók, ezek a 40x20-as mosdók, vagy akár hogyha olyan a helyiségnek az a formája, akkor a kis sarokmosdó, persze nem annyira divatos már, de a funkció az első szerintem. Pont ennél van az, amit mondtam a fürdőszobánál, hogy nem kell agyon burkolni. Tehát én azért általában beépített WC-kkel szoktam úgy dolgozni, és én ennél mondjuk akár egyébként egy WC-nél simán el tudom képzelni, hogy csak a padló van vele burkolva, és az összes többi valamilyen mosható fal, vagy akár tapéta, vagy bármilyen más olyan felület, ami amúgy nem csempe, hogy mégsem nyomja annyira össze a teret, vagy ami amúgy nagyon népszerű, még az, hogy maga a strang, tehát ugye a beépített tartály van felburkolva, és azon kívül meg semmi más falszakasz. Tehát azzal szerintem, hogy sokat lehet nyerni, hogyha nem burkoljuk agyon, mert azzal sem nyomjuk a teret annyira. Hát ergonómiailag nem mondom, hogy a legkényelmesebb, de azt gondolom, hogy még úgy is jobb, ha van, mint hogyha nincsen külön WC. Sok esetben találkozom olyan igénye, hogy piszoárt szeretnének, mert mondjuk van két fiúgyerek, meg az apa, és akkor azok három pasi. Vannak már nagyon jó piszoárok
lakásba is berakhatók. Én megmondom őszintén, hogy viszonylag kevésszer találkozok ezzel az igényel, inkább bidé. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy mennyire elterjedt a bidé. Most már egyre inkább, meg sokan szeretik, egyébként ugye vannak olyan vízik. De használják is? Vagy csak igény? Hát most megmondom őszintén, nem ülök ott mellettük, szóval nem tudom. De úgy összességében sok mindenkitől jött az a visszajelzés, hogy milyen jó, hogy lett. Aha. Tehát feltételezem, hogy használják. Ugye ennek egy másik módja még az, hogy ugye a WC-ből vannak olyan típusúak, ugye már, ami akár ugye a WC-tető beépített bírói funkcióval rendelkezik, akár maga a WC olyan, hogyha mondjuk nincs erre hely. Szerintem ezzel érdemes ebben gondolkozni. Piszóár, mondom, nem nagyon jellemző, megmondom őszintén, azzal nem nagyon szoktam találkozni, azzal az igényel. Jó, elég sok kérdést végigvettünk. Ha bárkinek van kérdés, akkor kommentben jelezze, és szerintem lesz még folytatása ennek a podcastnek is. Köszönjük szépen a hallgatóságot, köszönöm Dórinak a részvételt. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok, köszönöm a meghívást!